Mikor a hagyományokról van szó, és különösen akkor, amikor az az úgynevezett Bibliával, kereszténységgel kapcsolatos, akkor sajnos el kell fogadnunk, hogy minden ismeret, ami rendelkezésünkre áll, és ami hagyományos vagy tradicionális, az ilyen vagy olyan módon sajnos hazugság. Ezúttal meg fogjuk nézni azt, hogy a keresztény szó maga honnan ered, és mi az, amit megtudunk erről, illetve ennek hátteréről az etimológia segítségével. Legtöbben azt gondolják, hogy a keresztény szó a kereszt kifejezésből ered, azonban, ahogy ezt korábban mondtam, mint a legtöbb egyéb információ, ez is téves. Ez egy idézet Beck Mihály a Koincidencia című cikkéből, amelyik így szól: a keresztény szó természetesen Krisztus nevéből, Krisztos, Krisztián ered, és nem a kereszt szóból, amit pedig a nép etimológiás meggondolás szinte sugal. Azonban csak nyelvünkben rokon hangzású a kereszt és Krisztus neve, a protestánsok használta keresztjén megnevezés világossá teszi a különbséget. Ez itt keresztényblog.hu, a kereszt és a keresztény szó kapcsolata. Sajnálatos módon a hívő keresztények közül is nagyon sok olyan akad, aki magát a keresztény szót a kereszthez, mint tárgyhoz köti. Ha azonban mélyebben belegondolunk, ami nem ártana, fura egy vallás lenne a miénk, ha pontosan abból az eszközből eredne a név, melyen megkínozták és halálba sodorták a megváltót. Ugyanez a probléma azzal, amikor az emberek ugye keresztet viselnek a nyakláncukon, vagy itt-ott, amott, és ezzel azonosítják a megváltót, miközben ez egy eszköz, tulajdonképpen egy karó volt pontosabban, de teljesen mindegy. A lényeg az, hogy azt az eszközt hordozzák, amin a megváltót tulajdonképpen megölték. Ha már itt tartunk, akkor nézzük meg, hogy a keresztény szó maga mit jelent ez a wikiszótár.hu. Keresztény, keresztjén, főnév. Jézus Krisztust megváltónak való megkeresztelt elkötelezett hívő, aki őt legfőbb tanítómesterének tartja és az ő tanításait követi. Második, megkeresztelt személy, akit így az egyik Jézus Krisztust követő egyház tagjai közé fogadtak. Keresztény, keresztjén, mint melléknév Jézus Krisztus tanítását követő, arra vonatkozó, második a kereszténységen alapuló, abból eredő, azt kifejező, keresztényre jellemző erény. Ha visszalátogatunk a keresztényblog.hu-ra, ők így fejezik be ezt a cikket, tehát magának a keresztény szónak nincs sok köze a kereszthez. A keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztust követő. Mindenki, aki kereszténynek vallja magát, azzal azt mondja, hogy ő egy Krisztust követő ember. Hogyha belegondol mindenki abba, hogy mi az, amit vallanak a keresztények, akkor érthető, hogy miért mondják azt, hogy ők Jézus Krisztust követik, nem értvén azt, hogy maga a név egy pogány eredetű szó, és valami egészen más jelent, ami ki fog derülni hamarosan. Nézzük meg azonban néhány idézetet, amely egyértelművé teszi, hogy a Messiák, a megváltó neve nem lehetett Jézus Krisztus. Teljesen mindegy, hogy ki hogy magyarázza, hogy ez lefordítja, vagy átfordítja, vagy megfordítja, ha egyszer nem az volt a neve, akkor miért hívnánk mi úgy? Mindenki allergiás a saját nevét, valaki nem tudja megjegyezni, hogy rosszul használja, ennek ellenére a Teremtő, illetve a Messiák nevét össze-vissza fordítgatja mindenki, és használja azt, ami eszébe jut, ahelyett, hogy megkeresni azt, ami a valóság. Jehukanon, azaz János első fejezet 42-44-ig így szól: találkozik az először a maga testvérével, Simonnal, és mondanéki: megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi, Krisztus. Később meg fogjuk nézni, hogy valójában mit jelent a Krisztus, és honnan ered a szó, azonban a fontos része most az, hogy ők egyértelműen a messiás szót használják, ami messiák, vagy mosiák, ami egy hébe eredeti szó. Ha megnézzük, messiás, ez G3323 a Strong's szótárban, ami messiás szó, egy hímnemű szó, és messiás jelent, vagy felkentett jelent, és ez a görög formája a messiák szónak, mely héber
eredetű. És a szó eredetileg másiák. Másiák az eredeti kifejezés, ami annyit tesz, hogy felkent, vagyis kiválasztott. A helyzet az, hogy ha megnézzük a piktografikus karaktereket, ami ugye egy mem, sin, jod, ket, akkor könnyebben megértjük azt, hogy a neveknek van jelentősége, a neveknek fontos jelentősége volt, az ő idejükben nem véletlen, hogy mindenkinek majd, hogy nem más neve volt. Minden karakter külön jelentéssel bírt, minden név külön jelentéssel bírt. A teremtő ez által is kommunikált velünk. Nem tehetjük meg azt, hogy csak úgy, ahogy gondoljuk, megváltoztatjuk a neveket, és azt használjuk, amelyiket mi akarjuk. Mellesleg a Mashiach szó, a Mem, Shin, Yod és a Het karakterekből áll, melyek közül a Mem káoszt jelent elsősorban, azonban víz szó, ige vagy vér is lehet. Úgyhogy ha azzal kezdődik, látjuk, hogy ez a szó, a víz, vagy az ige, vagy a vér, amely megtisztít. A sin elpusztítanit jelent, elpusztítja a cselekedeteivel, ami a jod, azt a kerítést, ami elválaszt minket. Vagy megoszt, vagy körülvesz minket. Ami elválaszt az atyától. Ez a Messiák szerepe. Ha káosznak vesszük a memet, akkor a káoszt elpusztítja a cselekedeteivel, amely elválaszt minket az atyától. Nem véletlenül használta azt a kifejezést, hogy messiák vagy messiás, és nem a pogány megfelelőjét, ami a Krisztus. Mellesleg Józsué vagy Jahusa figyelmeztet 23-as fejezetben, hogy össze ne elegyedjetek ezekkel a népekkel, azaz ne keveredjetek össze azokkal, amelyek fennmaradtak közöttetek. Hatalmasságaik vagy istenék nevét ki se ejtsétek azokra, ne esküdjetek, se ne szolgáljatok néki, se előttük meg, ne hajoljatok. Ki se ejtsétek ezeket a neveket. Erre figyelmezte. Jesiahu vagy Ézsaiás 42-es fejezet 8-as így szól. Én vagyok Jahua. Ez a nevem. És dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a báványoknak. Valaki azt gondolja, hogy az Úr az ő neve, akkor sok szerencsét. Az Úr nem egy név, és soha nem is lesz egy név, és teljesen mindegy, hogy mi az, amit mi gondolunk, vagy mit filozofálnak a gyülekezetekben, vagy az egyházakban. A tény, az tény marad, hogy ha azt mondja, hogy én vagyok az Úr, ez a nevem, akkor ott egy névnek kell, hogy legyen, és az eredetiben a neve van, Jahua. És amennyiben valaki ezt nem hajlandó megérteni, akkor az, annak, az majd vállalja a felelősséget az ő döntéseiért. Tehelim, Zsoltárok 68-5, így szól, énekeljetek Elohimnek, zengedezzetek az ő nevének, csináljatok utat annak, aki jön a pusztákon át, akinek Já a neve, és örüljetek előtte. Úgyhogy benne van a neve az írásban. Jeremiás 23-26, meddig lesz ez a hazugságot profétáló proféták szívében, akik az ő szívök csalárdságát profétálják, akik el akarják az én népemmel felejtetni az én nevemet, az ő álmaikkal, amelyeket egymásnak beszélnek, miképpen az ő atyáik elfeledkeztek az én nevemről, a Baálért. Baál, magyarul Úr. Melakim Alef 18-as fejezet 21-es így szól, és oda menvén Eliahu vagy Illés az egész sokasághoz mondta, meddig sántikáltok kétfelé. Ha az Úr, az Isten, kövessétek őt, azaz, ha Jahua, az Elohim, kövessétek őt, ha pedig Baál, kövessétek azt, és nem felelt néki a nép csak egy szót sem. Semot 23-13 így szól, mindazt, amit néktek mondtam, megtartsátok, és idegen hatalmaságok nevét ne emlegessétek, ne hallassék az a te szádból. Ő azt akarja, hogy az ő nevét tudjuk, és azt mondjuk, ne azt mondogassuk, amit te ezt gondol, vagy azt kitalálta, vagy az lefordította, vagy az átfordította. Ő megmondta, hogy mi az ő neve, és azt akarja, hogy ne csak mi használjuk, hanem mindenki mással tudassuk, hogy ez az ő neve. Innen ismerszik meg, ugyanúgy, ahogy mindenki más. Ezért használták azt a szót a tanítványok, hogy messiák. Mert ők pontosan tudták, hogy mi a jelentőség a neveknek és a szavaknak. Nekik nem kellett megmagyarázni azt, hogy ez Krisztus, vagy mi ez. Ők tudták, hogy a Messiák mit jelent. És vezeti őt Jehusához. Jehusa pedig
Reál tekintvén mondtad, te Simon vagy a Jóna fia, te kefásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázza kőszikla. Kefás pedig egy arámi eredű név, egy arámi eredű szó, ami annyit tesz. Kőszikla. Az pedig a kef, vagy kafe, vagy kéf szóból ered, mely előfordul Jób és Jeremiáhu, vagy Jeremiás könyvében is. Ha tovább megyünk, akkor megtaláljuk a kafáf szót, mely Zsoltárok könyvében háromszor szerepel, Jesiáhu, vagyis Ézsaiás is használja, illetve Mika is használja ezt a kifejezést. Apostolok cselekedetei 21-es fejezetben így szól Saul. Én ugyan tázusi zsidó, azaz Jahudim ember vagyok. Cilícia nem ismeretlen városának polgára. De kérlek téged, engedd meg nékem, hogy szóljak a néphez, mikor aztán az megengedte, Saul Pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek, és mikor nagy csendességről megszólal a héber nyelven, amit ugye zsidóként fordítottak le magyarra. Apostolok cselekedetei 21:40 Hebraisz, azaz héber. Hebraisz jelentése héber, héber ember, vagy héber nyelv. Természetesen megemlíti az, hogy ez egy verziója volt a hébernek, attól függetlenül semmiképpen sem volt görög. Apostolok 22:1-3 így szól, atyám, fiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg az én beszédemet, amelyel most magamat előttetek mentem. Mikor pedig hallották, hogy a héber nyelven szól hozzájuk, még inkább nyugalmat tanúsítottak és mondta, én egy héber ember vagyok, azaz Yahudim, amit ő használ, hiszen zsidónak fordítják, Yahuda törzséből való. A zsidó az egy magyar fordítása, és más jelentése van, mint az eredeti Yahudimnak. Yahudim annyit tesz, Yahuda vagy Júda törzséből származó ember. Mára a zsidó mást jelent számunkra. Én egy Yahudim vagyok. Születtem a cilíciai Tarzusban, fölneveltettem pedig ebben a városban, a Gemaliel lábainál. Tanítattam az atyák törvényének pontossága szerint, buzgó lévén Elohimhez, miként ti minnyájan vagytok ma. Azaz egyértelművé teszi, hogy ő egy Yahudim, egy zsidó, aki héber nyelven szól hozzájuk. Azonban meg kell azt is érteni, ez az a nyelv, melyet a Messiák is használt. Apostolok 26:13-15 délben látám az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem, és azokat, akik velem együtt haladnak vala. Mikor pedig mi mindnyáján leestünk a földre, hallék szózatot, mely hozzám szól, és ezt mondja a héber nyelven. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztön ellen rugodoznod. Én pedig mondék, kicsoda vagy Adonai? És azt mondta, én vagyok Jahusa, akit te kergetsz, azaz Jahusa, a Messiák is a héber nyelven szólt Saulhoz, és nem görögül. Sőt, nem is azt mondta, hogy Pál, hanem azt mondta, hogy Saul, Saul, azért, mert egyértelművé akarják tenni, hogy ők nem ezeket a pogány kifejezéseket használták, hanem azokat, melyeket a héber nyelvben ma is ismerünk, és a rendelkezésünkre áll. A neveket nem fordítgatjuk le, és nem cserélgetjük ki más szavakra, csak azért, mert az a tradíció vagy a hagyomány. Most, hogy az első részben megállapítottuk, hogy ők a héber nyelvet ismerték, legalábbis az arámit mindenképpen, az nyilván való gondolom mindenki számára, hogy a messiáknak nem volt igazából probléma a héber nyelv ismerete, és azok az emberek, akik vele jártak, különösen a Yahudim, mint Saul is, ismerték ezt a nyelvet. És a keresztény szónak semmi köze nincs a kereszthez. Nézzük meg, hogy mihez van köze. Vissza fogunk menni a kereszt és a keresztény szó kapcsolatához, a keresztényblog.hu weboldalra is. Nézzük, hogy mit írnak ők. Nézzük akkor, hogyan is keletkezett a keresztény vallásunk elnevezése. Az egész dolog a fölkent szóból ered, ami ugye messiás, vagy masiák, vagy másiák. Ugyanis a fölkent héberül masiák, vagy másiák. Erről már volt szó az előző részben. Aminek görög megfelelője Krisztus, meg fogjuk nézni, hogy valóban az-e. Ez egy főnév, és ebből született a Krisztiánosz, és a Christianus kifejezés, ami annyit jelent, Krisztus követő vagy Krisztusi. Középkorban magyarul ez Krisztiánnak vagy Krisztiánnak mondták, a 17. században azonban a szó leegyszerűsödött, a keresztjén lett belőle. Mai protestánsok egy része még mindig ezt a szót használja a keresztény helyett, majd tovább egyszerűsödve eljutottunk a keresztény szóhoz. Egy a ház, azt hiszem, hogy a neve Egyházblog, így ír a keresztény vagy keresztény
szóról. A keresztény szó alapja a görög Krisztiánosz, ami Krisztus követőjét, tanítványát jelenti. A görög szó a szláv nyelveken keresztül került a magyarba, ezért a szláv Krisztián először Krisztián, majd keresztjén lett. Az Apológia Kutatóközpont vallási kifejezések etimológiája című kiadványa így ír. Keresztény, szláv, valószínűleg horvát, szerb vagy szlovén jövevényszó. Horvát, szerb, ezt nem próbálom meg kiejteni, Krisztián, keresztény, szlovák, kresztán, keresztény, orosz, krisztiánjén, paraszt, orosz régi nyelvi, krisztián, paraszt vagy keresztény. A szláv szavak a görög krisztiánosz, keresztény és a latin krisztiánusz, keresztény főnévre vezethetők vissza. Magyarba talán a nyugati kereszténység műszavaként került egy déli szláv nyelvből. Eredeti keresztjén hangalak hangrendi kiegyenlítődéssel jött létre. 18. század végétől keresztény alak a katolikus, a keresztjén változat még a protestáns szó használatban élt. Szétválást a keresztény szó, régi, nyelvi, római katolikus vallásos személy jelentése magyarázza. Főnévi származik a kereszténység. Azaz egyetért azzal, amiről az előbbi blogposztok írtak, hogy ezek szláv eredetű szó és a görög Krisztiánosz szóból került át, illetve abból ered. Akit érdekel a PDF, az Apológia Kutatóközpont honlapjáról le tudja tölteni azt, kereszténység címszó alatt megtalálható a PDF, és ugyanezt megosztják ott is. Összefoglalásul abban mindenki egyetért, hogy a Christianus szóból ered maga a szó, ez egy latin-görög kifejezés, ugye Christianus vagy Christianus latin szó az, amiből ered, ebben egyetért kivétel nélkül az összes forrás, a Wikipédia, ugyanúgy, ahogy a blogok, illetve az apológia. Az írásban ez a Christos, Christos szó, ugye itt melléknévként szerepel, de a főnév formából ered, mely creo vagy creo, és annyit tesz, ugye itt ez szerintük, hogy felkent vagy felkenni valakit, megszentelni valakit. Nézzük meg egy érdekességet Apostolok 11.25-27-ből. Elméne pedig Barnabás Tarzuszba, hogy felkeresse Sault, rátalálván elvivé őt Antiókiába, és lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanították a nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Nem ők magukat nevezték keresztényeknek, hanem őket nevezte valaki keresztényeknek. Krisztiánosz az eredeti szó, a görögben ugye ez az, amiről korábban már szó volt. Apostolok 26-27-29 így szól, hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa pedig mondta Saulnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztjénné legyek? Pedig Saul pedig mondta, kívánám Elohimtől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, kik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, aminő én is vagyok-e bilincsektől megválva. Azaz nem azt mondja, hogy legyél keresztjénné, azt mondja, hogy válj meg a bilincstől, amit a farizeusok, illetve az ő szabályrendszeréknek a követése jelent. Nézzük, mit ír első Kefa vagy Péter. 4-es fejezet 15-16. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény, ne szégyellje őt, dicsőítse azért Elohimet, azaz, hogyha úgy hívják őt, akkor ne szégyellje, hanem dicsőítse Elohimet. Ugyanis őket így hívták, nem hívták így magukat soha. Ugyanis hogy hívták őket? Apostolok 24-4-6. Egyértelmű válaszad erre, de hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, kérlek, hallgass meg minket röviden, a te kegyelmességed szerint. Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, és hasonlást támaszt a föld kerekségén levő valamennyi Yahudim között, és a nazarénusok felekezetének feje. A templomot is meg akarta fertőztetni, meg is fogtuk őt, és a mi törvényünk szerint akartuk megítélni, azaz a nazarénusoknak hívták őket, nem pedig keresztényeknek. Hogy ennek miért van jelentősége, az ki fog derülni mindjárt. Ez a vocabulary.com weboldal, és a kretén szó, azaz kretén, ami magyarul annyit tesz, kretén, ostoba, idióta, hülye. Azelőtt, hogy a kretén szó
azt jelentette, hogy ostoba vagy hülye. Azelőtt egy orvosi kifejezés volt, aki fizikálisan sérült volt, vagy amit ma úgy hívnánk, hogy mozgássérült, vagy megváltozott képességű. Érdekes módon a szó a Christine szóból ered, ami Christian, és ez egy svájci francia szó, Christine, az eredete, ami annyit tesz, Christian. Dictionary.com így ír a kretén szóról. Cretin, amely ugye ostobát jelent, vagy ennek különböző változatait. Ha tovább haladunk, akkor látjuk azt, hogy ez egy francia eredetű szó, ugyanúgy, ahogy az előbb láthattuk, egy svájci francia eredetű szó, ami ugye arról beszél itt, hogy egy fizikális problémákkal, vagy különböző elváltozásokkal élő ember, szó szerint Christian. Ez a British Dictionary definíció, ez az a brit szótár definíciója, ugyanúgy a cretin vagy kretén szóra. Ugye a kreténizmus az egy betegség, vagy az, aki ebben szenved, vagy valaki, aki ostoba vagy hülye. A szó eredete a francia crétin szó, ami a svájci francia Christine, ami a latin Christianus Christian szóból ered. Ők hozzáteszik azt, hogy ezzel azt akarja kifejezni, hogy annak ellenére, hogy ostobák, vagy pedig fizikálisan, vagy mentálisan retardáltak, annak ellenére jó szándékúak. Azonban azt mindenkinek meg kell érteni, hogy a kretén, vagy kretén szóból ered az, hogy Christian. Következő ez a World Origin and History for Cretin, ami a szó eredete és története. Itt ugyanarról ír a francia cretin szó, mely a svájci Alpokban Christine a dialektus miatt, ami egy kreténizmusban szenvedő embert jelent, ugye ez a pajzsmirigy hormonjának a problémája, illetve a rendellenessége, és a latin Christianos, Christian, Christian szóból ered, ami bárkit jelent, de általában egy szegény emberre használták. Akit érdekel a kreténizmus, vagy maga a betegség, akkor itt van néhány kép, és láthatja, hogy honnan is ered tulajdonképpen maga a szó Christian. Ez Merriam-Webster szótár, és itt a cretin vagy kretén szó alatt azt találjuk, hogy gyakran egy sértő kifejezés, ami azt jelenti, hogy valaki, aki ugye kreténizmusban szenved, vagy ostoba, hülye és sértő értelemben használják. Leírja az, hogy a szó ugye a svájci francia szóból ered ismét, ami az Alpokban előfordul a magas jód tartalmú diéta miatt a pajzsmirigynek a rendellenessége, és egész egyszerűen ezt a betegséget írja le, kretén vagy kresztén, és a szó egyszerűen Christian, és a pajzsmirigy működés problémájára utal, és az ebből származó problémákra. A szó eredete szintén Merriam-Webster szerint a francia kretén, vagy egy másik dialektus szerint, ugye ez kretén, de nem vagyok egy francia szakértő, úgyhogy ezt nézzétek el nekem, és alapvetően a latin Christianus Christian szóból ered, ami ugye magyarul keresztény, és innen van Christos, azaz a messiáknak a neve. Úgyhogy ha a keresztény szó a Christianus szóból ered, ami alapvetően visszavezethető egészen a latinig, akkor érthető, hogy Saul miért mondta azt, hogy ne is foglalkozzanak ezzel, hanem csak a hittel törődjenek. Ahogyan a messiák mondta, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Jehukanon 8-as fejezet 32. És amíg mi ráhallgatunk, azt csináljuk, amit ő csinált, úgy élünk, úgy beszélünk, úgy gondolkodunk, úgy viselkedünk, addig nem lehet problémánk. Még akkor sem, hogyha az egész világ összeomlik körülöttünk, vagy pedig mindenki rajtunk nevet. Ugyanúgy, ahogy Jesiahu figyelmeztet minket 51-es fejezet 7-es versben, hallgassatok rám, kik tudjátok az igazságot, te népkinek szívében van törvényem. Ne féljetek az emberek gyalázatától, és szidalmaik miatt kétségbe ne esetek. Ugyanezt mondta Saul is,
azoknak, akiket kereszténynek hívtak, vagy Krisztiánosznak, annak ellenére, hogy tudta, hogy milyennek a szónak a jelentése és a jelentősége. Aki az igazságot keresi, az meg fogja találni, amennyiben engedelmesen és alázatosan járja az utat. A többiek pedig úgyis azt fogják csinálni, amit mindig is csináltak. Az pedig gúnyolódni, meg röhögcsélni a tudatlanságukban. Mindezek a videók azt a célt szolgálják, hogy közelebb kerüljünk az igazsághoz, és nem azt, hogy azt bizonygassam, hogy én ennyi vagy annyi mindent tudok. Ha valaki szerint ez az igazság, halleluja. Ha valaki szerint nem, akkor az pedig folytathatja tovább az életét úgy, ahogy ő gondolja. Mindenki eldöntheti, hogy mit kezd ezzel az információval, hogy vajon ez igaz-e, vagy sem, vajon ez tőle jön-e, vagy sem, és aztán meghozza a döntéseit. Én csak azt remélem, hogy hasznosnak találtátok, és mindenkinek a legjobbakat kívánok, és halleluja!